Hello, sziasztok, és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám hétfői napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Kádárt a határából, a 20-as számú vasútvonal mellől. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én még mindig itt vagyok Kádárt a határában, a 20-as számú vasútvonal mellett, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb vonatspotting videó lesz, tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Hamarosan onnan Várpalota irányából fel fog bukkanni a 321-es Remot Szergely, és tulajdonképpen én ebben a videóban ezt fogom nektek lefilmezni, levideózni, illetve megörökíteni az utókornak. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb vonatspotting videóban, amit itt rögzítek, Kádárt a határában, a 20-as számú vasútvonal mellett. És akkor várjunk onnan Várpalota irányából a 321-es Remot Szergelyt, nyilvánvaló tehervonattal fog jönni, de az is lehet, hogy csak sima gépmenet, ez majd ki fog derülni, mikor majd ideér. Addig pedig várjunk sok szeretettel és türelemmel a 321-es Remot Szergelyt. És amúgy itt ezen a képen konkrétan a 20-as számú vasútvonal látható, ami tulajdonképpen egy egyvágányú, villamosított vasútvonal, ahogy láthassátok ezen a felvételen, és közben a jelzőlámpa már pirosra is váltott, ami azt jelenti, hogy pillanatokon belül onnan Várpalota irányából fel fog bukkanni a 321-es Remot Szergely. Most, hogy gépmenete vagy tehervonat, ez majd nem sokára ki fog derülni. Tartsatok velem Fricivel ebben az újabb vonatspotting videóban is, amit itt rögzítek Kádárt a határában, a 20-as számú vasútvonal mellett, és akkor várjunk a 321-es Remot Szergelyt itt Kádárt a határában, a 20-as számú vasútvonal mellett. És én már látom is a 321-es Remot Szergelynek a lámpafényeit, pillanatokon belül látni fogjuk magát a gépet is, lányok és fiúk, és szerintem tehervonattal jön, mert eléggé lassan halad, ahogy én így elnézem. Meg hát ugye ezek a Remot Szergelyek egyébként se a gyorsaságukról híresek, hanem inkább az erejükről. Hát igen, egy darab tartálykocsival jön konkrétan a 321-es Remot Szergely, amit már ti is láthattok ezen a felvételen. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, a 321-es Remot Szergely elhaladt egyetlen egy tartályvonatával, tartályvagonjával, ez a videó ez ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, tartsatok velem majd egy következő videóban is, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra, és ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Én Frici voltam, innen Kádártáról, az 5-ös számú vasútvonal mellől. Sziasztok!